Több mint öt napja tartósan mínusz 5 fok körül van a hőmérséklet napközben is Magyarországon. A megyében mínusz 20 Celsius fokot is mértek az alacsonyan fekvő területeken. Dávid Mihály számított az extrém hidegre, mindössze néhány napot tévedett, egy-két héttel későbbre várta. Az időjós szerint ezzel nincs vége a kemény fagyoknak. Ez az év furcsa lesz. Egyrészt azzal, hogy még lesz ennél is hidegebb időszakunk február 10-e táján, majd március végén pedig lesz egy kedvezően, nem kedvezően, hanem még a kedvezően is erősebb meleg, és viszonylag sok csapadék, az elmúlt évei viszonylag több csapadék. Az ilyen extrém időjárás, mint például a mínusz 20 fok körüli tartós hőmérséklet nem egyedi eset. Bizonyos időközönként előfordulnak kivételesen hideg és meleg hónapok. Ezek a extrém idők, ezek igen lassan vagy ritkán fordulnak elő. 10 évenként való előfordulás nem a hidegre, hanem a váltásra inkább. A 10 évenkénti váltás az várható, és ezen kívül az extrém hidegek és extrém melegek azok ritkábbak, és azok úgy 30 évenként jönnek elő, egy ilyen váltás van. A Dávid naptárt sokan használják a nyaralás tervezésekor. Az időjós azonban idén nem kecsegtet sok jóval. Előrejelzése szerint kánikulára nem kell majd számítani, és a csapadék is sok lesz a nyári időszakban.